Paláver, a Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Paláver, hangra fel! Üdvözlöm a kedves nézőket, ez itt a Paláver, én Kroó Zita vagyok. Egy nagyon érdekes napkérdésünk van, amit itt megosztanék most önökkel. Ön úszna a Szajnában, miután kedden sem engedték elrajtolni a triatlonosokat a víz szennyezettsége miatt? 2% csupán a szavazóink közül, aki igennel szavazott, 98% pedig nem menne be ebbe a vízbe. Én várom a szavazataikat egészen adásunk végéig a 0630 34 44 690-es telefonszámra. És akkor nézzük a mai témáinkat, mert van miről beszélni ma is. Robert Ficó megüzente Kijevnek, ha tovább blokkolják az orosz kőolaj exportot, Szlovákia leállítja a gázolaj kivitelt Ukrajnába, amely az ottani szükséglet 10%-et teszi egyébként ki. Azt is megjegyezte Robert Ficó, hogy egyébként Kijev ezzel nem csak Magyarországnak, Szlovákiának, de még Ukrajnának is árt, miközben az intézkedések hatásai Oroszországot pedig nem érintik. Tehát pont azt, akire eredetileg ugye kitalálták. De hát ugye itt, amióta ez a háború kitört, azóta már találkoztunk elég sok olyan szankcióval, bolykottal, ami aztán visszafelé sült el. És azt is hozzátette egyébként, ez meg az Európai Uniónak egy kis üzenet, hogy amennyiben az EU ki akar kerülni az Egyesült Államok totális befolyása alól, gondolkoznia kell az Oroszországgal folytatandó együttműködésen. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez most süket fülekre talál, vagy esetleg tényleg átgondolják, de van egy tippem. Aztán megyünk tovább Szántó Miklósnak a nagy bejelentésével, ugye ő az Alapjó Központnak a főigazgatója, ugyanis egy vók ellenes akcióközösséget indítanak. Ennek lesz majd a nagykövete, a New Yorki Young Republican Club elnöke, Gavin Wax, és ez egy ilyen Vogbusters, amiről annyit lehet eddig tudni, amennyit itt elmondtak. Én úgy nagyjából kezdem összerakni, hogy ez majd mit fog jelenteni, de gondolom, hogy önöknek is lesznek tippjeik. Azt mondta Szántó Miklós, hogy a connectivity, az összekapcsoltság nem csak a geopolitikában része a magyar stratégiának, a világ jobboldali erőit és stratégiai célok mentén kell összeszervezni, és ebben a magyar jobboldal kulcs szerepet játszik. Várnak egyébként további csatlakozókat, és hogy élő információs csomópont és új akciók hírvívője is egyben ez a szervezet, amit ők most kitaláltak. Úgyhogy meglátjuk, hogy mekkora lesz majd rá az érdeklődés. Végezetül pedig hát Szijjártó Péternél most már kezdik a lengyelek egy kicsit, mintha kihúzni a gyufát, mert tőle szokatlan módon most azért egy kemény üzenetet tett közé a közösségi oldalán. Azt írt, hogy a lengyel diplomácia a hazugság mocsarába süllyed, ez volt tehát a lényege annak, amit ő kiírt, és azt is hozzátette, hogy ezer egyszer is megismételjük, hogy a békemisszió során Orbán Viktor miniszterelnök Magyarországot képviselte, és nem az Európai Unió. Reményét fejezte ki egyébként, hogy talán most sikerül megérteni ezt a lengyeleknek, és várják vissza őket egyébként Közép-Európába. Hát ugye itt az új vezetéssel van leginkább probléma. És akkor még ehhez kapcsolódik egy kicsit az is, hogy ugye reagált a lengyel külügyminiszter Orbán Viktornak a tusványosi beszédére, hát az sem volt azért egy baráti hangvétel. Azt mondta, hogy ők nem üzletelnek Oroszországgal, ellentétben Orbán Viktorral, illetve hogy nem érti, hogy miért akar Magyarország egy olyan szervezet tagja maradni, amelyeket ennyire nem kedvel, és amelyek állítólag rosszul bánnak az országával, és azt is mondta, hogy talán Putyinnal kéne inkább valamit szövetkeznie Orbán Viktornak, szóval kezdenek egy kicsit itt a dolgok a lengyelekkel, úgy látom, rossz irányba menni, de hát ha van innen még visszaút. Én várom a hívásékat a 0617 99 29 99-es vonalra, illetve az SMS-eket a 0670 70 00 953-as vonalra, és itt van első telefonálónk, Sándor. Üdvözlöm, Sándor! Jó, jó napot kívánok! Örömmel látom, hogy a nagy képernyőmön itt díszíti a nappalit, a formája változata nagyon tetszik. Hát erre a Szajnával vagy úszkálásra egy pillanatig se reménykedtem. Hát eveztem az utolsó 20-25 év sportolást, az evezéssel tölt el, és a tavasz a hatalmasakat kell tevetől, Szentendrétől, a Szigetről, és a vezérevezősünk, az mikor már hogy nagyon melege volt, akkor belenyúlt a Dunavízbe, szájába vette, és aztán hát én azt hittem, hogy ivott. De fenét csak kiöblítette a száját. Én meg marha, én is szájamhoz tettem, de lenyeltem. Hát két napig postam, úgyhogy, de ez már Szentendrénél volt, úgyhogy nem mindig lejjebb. Egy ilyen világvárosnál annyi szennyeződés, hogy abba beleengedni úszókat mindenképpen, hát egy nagy marhaság. Na mostan, hát ami rám rettentő nagy hatás volt, az a Tusnádi, Orbán Viktor miniszterelnök Tusnádi beszéde, hát hozta a kötelezőt, de ez még annál is jobb volt. Hát az olyan magas, mondjuk szabad elértemnek nevezik ezt a Tusnádi, de hát a színvonala is olyan volt. A világ elemzése, hogy Ukrajna miért akarja ezt a háborút folytatni, akar kelet-nyugathoz csatlakozni, és a orosz meg azt nem akarja a NATO közel a hasába telepedjen, és ezért megmondta a kerekperet, ez kibékítetett ellenség, ez csak béke tárgyalásokkal lehet megpróbálni megoldani, és ezért tüslinkedik. Na, hát aztán a fekete segít, úgyhogy utálják érte szívben, mert ellene megy a tősodornak. Na most, hát aztán az utolsó részben kitért arról, hogy új világrend alakul ki. Hát ezt már tavaly is jelezte, mert akkor azt mondta, hogy 2 nap ragyog az égen. És akkor már jelezte, hogy Amerika mellett megjelent Kína. De hát most már egy kicsikét még bővült a dolog, belépett a BRICS, a India, Dél-Afrika, Brazília és a többiek. Ez egy hatalmas gazdasági potenciál. Erről a vonatról lemaradni, hát életveszélyes. Nekünk rettentő nagy szerencsénk van. A hunok gyakorlatilag a Kárpát-medencéből áramlottak kifelé, és eljutottak egész a Csendes-óceánig. Ott egy hatalmas nagy hun birodalmat hoztak létre, és ezt a kínaiak tudják, és ezt azt mondják, és vallják, és tanítják, hogy minden kínaiban hunvéd csörgedett. Körülbelül a 5 népesedésből áll össze a kínai populáció, abból a legnagyobb a hun. Ezt kell nekünk meglovagolni, és hát mikor itt volt Hszicsiping, akkor Orbán Viktorral meg is egyezett egy ilyen mindennemű gazdaság és mindenféle segítségről. Ezt meg kell lovagolnunk nekünk, mert gyakorlatilag, hát akárhogy is nézzük, a világgazdaság, a világkereskedelem 5-6 ezer éven keresztül mindig keleten volt. Gyakorlatilag Kína, India, aztán utána jött az ipari forradalom, akkor a gőzmozdony, meg a többiek, és akkor a nukleáris tudomány, meg a makasadás, meg innen kutyaféle áttevedett Európába. De viszont itt termelték a rettentő drága ilyen ipari termékeket, kellett az olcsó munkai, és visszavitték keletre. Szerencsétlen marhái, a zsugoriak, ottan viszont csak egy jellemző példa. A Mercedes elment a japánokhoz. Elvitt a Mercedesét. Erre a japán széttették, egy kicsikét ráfejlesztettek, és a Lexus helyette az keletkezett. Ez precízebb, mint a Mercedes. És ez így van az összes izéba Kínába telepített dalaga. Ott valami millió számra vannak a mérnökök, ráfejlesztenek, és gyakorlatilag technikailag, gazdaságilag a világ urai lesznek, már, hát gazdaságilag már azt nem azok, de most jön hozzá a híradást, most már a hol túlsó oldalát lefény, ja, és a legfontosabb. Készítettek egy ilyen magfúziós erőművet, ami gyakorlatilag az emberiség számára a második tűzgyújtás. Ott nincs urán, meg szennyeződés, és ez kifogyhatatlan, és hát én mióta tanulok, mindig azt mondtam, hogy 80-ban lesz, aztán 2000-ben lesz, aztán 2010-ben jutek, de lényeg az 2024 júniusában a kínaiak megcsináltak a fúziós energiát. Hogyha ezt gyakorlatilag meg tudja szerezni a világ, akkor nem kell ide olaj, meg minden kutyafüle, átállnak az elektromosságra, az tiszta, szabályozható, és ez lesz a második tűzgyújtás. Még egy szakmai kérdés, gyakorlatilag az interneten láttam egy nagyon csodálatos, mondhatom, forradalmi fogtisztító herkentyűt. Gyakorlatilag ultrahanggal tisztítja a fogakat. Ez azt jelenti, van egy patkó alakú szilikon patkó, amit bevesz az ember, vagy kis puha szilikon tüskék vannak, azokból kiáll egy ilyen nyeleske, arra ráteszik az ultrahangrezgető készüléket, megnyomja az ember a gombot, és 5000 herccel gyakorlatilag elkezdi tisztítani a fogakat. Ez azért érdekes, mert mindennél tisztítanak. A ultrahangos tisztítás az olyan, hogy találnak a régiségek egy nyakláncot, nem tudják, nem mernek hozzányúlni, berakják egy ultrahang tisztítóba, és csodálatosan letisztítja a szennyeződést. Ez végzi a fogakba, a barázdákba, az én közökbe, a szulkuszba, tehát az én barázdába, fog közö, mindenhol befér, 20 másodpercig megy, és gyakorlatilag, hát még a lusta magyar is meg tudja csinálni, utána kell nézni az internetre, ultrahangos fogtér, nem fogkepe, az a patkalag, mint beveszem, ez a csodálat. Na hát meglátjuk, és... igen, hogy majd fogják-e alkalmazni. Köszönjük, hogy itt volt, viszonthallásra. Örömmel láttam, puszilom. És már megint megtalált minket egy nagyon érdekes felfogású hallgató. Amíg Orbán a világrendszerváltásra készül, addig az ország már az unió legszegényebb jele. Tehát legyen kedves, olvasson ma is újságot, ugyanis pont ma szóltak arról a hírek, hogy már az IMF és az Európai Bizottság is azt látja, hogy tulajdonképpen Magyarország felfelé halad. Varga Mihály is egyébként erről értekezett, többen is nyaralnak, meg hát úgy javultak a számok, de hát nyilván ezt csak mi olvassuk itt. Na mindegy, úgy folytatja, ha ide juttatta az országot, akkor a világrendszerváltás is csak így sikerülhet. Aztán ideje lenne Magyarországnak is bejelenteni, ahogy Szlovákia, hogy nem adunk többet áramot Ukrajnának, ha továbbra is elzárva tartja a kőolaj vezetéket. 40%-at adunk Ukrajna szükségletének. Üdvözlettel István Veszprémből. Aztán Terka írja, Szántó Miklósnak szívből sikert kívánunk, szerintem Ficóhoz kell csatlakozni, és fityiszt adni az ukránoknak. Mitől tisztulna meg a Szajna? A még több széklettől? Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Martonhegyi levelek 250, kedves Zita, hajrá Vogbusters, billiás ötlet, nem tudjuk hol lehet csatlakozni, de amint lehet csatlakozunk, Tamás és Pani. Én úgy láttam, hogy a Szípek Hungary oldalán van egy ilyen per Busters, és akkor ott. Kedves Zita, ennek az olaj blokkolásnak Ukrajna csak a végrehajtója, én inkább a mostani lengyel vezetésben látom az ötletgazdát EU bizottság jóváhagyásával. A kínai kölcsön ellen prüszkölök, meg gondolják át, hogy egy olyan EU kölcsön, amit sosem kapunk meg, csak fizetjük, jobb-e, vagy a kínai, amit megkapunk és fizetünk. Hát ez elgondolkodtató, igen. Egyébként azt hiszem, hogy az Európai Bizottság azt mondta, hogy hát nyilván Ukrajna oldalán állnak, és azt mondták, hogy ez nem az ő bajuk. Tehát most sem vagyunk velük beljebb. Úgy látom, minden nap van 2-3% minket néző hallgató és napi kérdéshez szavazó komcsi elvtárs, akik direkt másra szavaznak, mint amit valójában gondolnak magukat, úgysem tudják becsapni. Üdv, Gyula! Jó volna megfürdetni a Szajnában az összes momentumos aktivistát, kívánja ezt a Bözsi néni. Itt van a nyakunkon ennek a gőgös, gonosz lelkű ukránok újabb szemtelenkedése az olaj elzárással, mi pedig jó hülye módjára továbbra is adjuk nekik a gázt és a dízelolajat az átkozott tankjaikba. Miért és minek játsszuk már megint az úriembert ilyen hányinget keltő bandával? Tudom, hogy Orbán zseniálisan keveri a kártyákat, de az ukrán csürhe ugyancsak az erőt érti, mint a militáns iszlám. Üdv, Volános. Na hát ezek most így az SMS-eink, de természetesen fogunk tovább is menni velük, de mielőtt ezzel tovább mennénk, én mindjárt fogom kapcsolni a következő hallgatónkat, de a televízió nézőktől most egy rövid időre elbúcsúzunk, mert jön egy reklámszünet, addig egy kicsit levegőzzenek, és aztán térjenek vissza hozzánk. Paláver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Paláver. Hangra fel. Velük nem igazán tudunk jól kijönni. Én várom a hívásaikat a 061499-99-es vonalon, az SMS-eket pedig a 0670-70-00-953-as vonalon, és közben csatlakoztak hozzánk a televízió nézők is. Nekik egyszerűbb a helyzetük, mert csak el kell olvasniuk, hogy mik a mai témáink, ugye ezzel foglalkozunk, és ugyan el ne felejtsem, hogy közben a nap kérdése pedig az, hogy ön úszna a Szajnában, miután kedden sem engedték elrajtolni a triatlont ingatlanosokat a vízszennyezettsége miatt. Közben látom az eredményt is, 2% szavazott csupán arra, hogy igen, tehát, hogy belemennének, és 98% arra, hogy nem. Én az adás végéig várom az önök szavazatait a 0630 3441 690-es telefonszámra, és hogy ígértem, kaptunk itt trolloktól üzenetet. Ez ugyanaz a Zsolt szerintem, aki minden alkalommal küldi nekem az üzeneteit. Nyilván nem jó műsor, de azért ő is ezt nézi. Na hát most azt írja, hogy kedves Zita, miután a vezéred két lábbal beleállt a lengyelekbe, posványoson, milyen szendén tetszik csodálkozni azon, hogy csúnyán beszélnek velünk a lengyelek. Hát nem lehet könnyű ez a propaganda meló, gyomor kell hozzá, szép napot, Zsolt. Ja, és egy kérdés, segítsen már ki, legyen kedves. Merre vezet ez az összes szövetségesünkkel, összeveszünk politika, mi az értelme? Köszönöm a segítséget. Hát tusványos, posványosnak hívni azért ez nagy bátorságra utal. Remélem, hogy egyszer ellátogat Erdélybe, és az ottaniaknak is majd ezt el fogja mondani. Szerintem lesz rá válasz, de akkor is, hogyha ezt itt Budapesten mondja el egy erdélyi származásúnak. Az pedig, hogy összeveszünk minden szövetségesünkre, ez abszolút nem igaz, de hogyha valakinek valami nem tetszik, azt már hadd lehessen szóvá tenni. A kritikát mindenkinek kell bírnia, látja, én is elolvasom az ön fantasztikus SMS-eit minden egyes alkalommal, és még mindig bírom, és még mindig fel is fogom olvasni. De hát ne ilyenekkel töltsük itt az időt, inkább hallgassuk meg következő telefonálónkat, Varga Miklóst. Üdvözlöm, Miklós! Kész sokom, Zita! Hát erre a legutóbbi SMS-re az a válaszom, hogy roppant egyszerű eligazodni ebbe a dologba. Ez egy nagyon rövid mondat, annyi, hogy első a magyar érdek. Na most, ha a magyar érdek azt diktálja, hogy a jelenlegi lengyel politikával nem értünk egyet, és ezt a hivatalban lévő magyar külügyminiszter kimeri, és ki is kell, hogy mondja, akkor ebben nincs semmi kivetnivaló. Ez ugyanaz, mint az America First, csak magyar fordításban. Na most érdekes módon azt nem kritizálja ez az SMS író, pedig hát a kaptafasz teljesen ugyanaz. Van egy nemzeti érdek, amit képviselni kell mindenkivel szemben, függetlenül attól, hogy korábban milyen volt a viszony adott politikai kurzussal. Egyébként pedig Donald Tuskot azért küldték haza Brüsszelből, hogy körülbelül ezt a politikát folytassa Lengyelországban, és hogy szétverje a hagyományos keresztény Lengyelországot. És a másik, hogy Lengyelország most azért ilyen vehemens, mert végre a történelme során először ugye be van szorítva Németország, meg keletről Oroszország, korábban Szovjetunió közé, ott van még Franciaország is, és eddig a történelme során háromszor fordult elő, hogy Lengyelországot gyakorlatilag megszüntették, fölszámolták, de a lengyel nép ott maradt ugyanazon a területen, ahol most él. A határokat egy kicsit jobbra-balra tologatták, de a lényeg nem változott, és most van először abban a helyzetben, hogy miután Franciaország az lenullázta önmagát, és hát ennek a francia szerepet szándékozik neki átadni ez az Európai Unió vezetése amerikai Wall Street-i meg City of Londoni parancsra. Tehát kell egy olyan Európa nagyjából közepén lévő állam, területileg hasonló Franciaországhoz, a népessége is nagyjából ugyanannyi, amely egyfajta ilyen vonzáskörzetet tud önmaga köré kialakítani, és hát ebben a szerepben tetszelegnek önmaguknak, hogy végre, ha nem is nagy, de középhatalom lehetnek. De ezt nálam jobban elmondta Orbán Viktor a beszédében tusványosan. Na ennyit a lengyelekről, hát a szajna, meg hát ez az olimpia úgy, ahogy van egyáltalán. Georges Duby, ő egy francia vallástörténész, filozófus. Én két könyvét olvastam, az egyik a Francia civilizáció 1000 éve, másik a katedrálisok kora, és ebben levezeti a francia történelmet kultúrtörténeti alapon. Na most, amilyen magasságokban járt valamikor ez a nemzeti történelem, több több szerzetes rendet is alapítottak ott, például ciszterek, de mások is, és hát ők építették föl a középkorban, ami szerinte is, meg én szerintem is Európa kulturális fénykora volt, azokat a bizonyos sokat csodált katedrálisokat, nem csak a párizsi Notre-Dame-ot, a Reimsit, a Chartres-t és még több egyéb katedrálist, meg a Loire-völgyi kastélyokat és így tovább. Tehát ez egyfajta kulturális magaslatot jelentett. Na most ezt nullázta le Franciaország részben ezzel az olimpiai megnyitóval. Ennek az az üzenete, azon túl, amit láttunk, blaszfémia meg egyebek, tehát ennek az az üzenete, hogy ez a fajta francia kultúra, amiről Georges Duby írta ezeket a könyveit, ez a múlté. És ehhez szorosan hozzátartozik a Szajna jelenlegi állapota is, ami nem csak a jelenlegi, ez már nagyon régen így van. Viktor Hugónak a Nyomorultak című könyvében van egy ilyen epizód, amikor a 1830-as forradalomból Marius Pomercy Jean Valjean a vállán menti ki, és ez le kell mászni a csatornába, és valamelyik ilyen csatornán viszi keresztül, és hát a Szajnába torkollik ez is, és ott engedi ki a Pomercyt, illetve viszi tovább, szóval ott is le van már írva, hogy a Szajna állapot ilyen volt, és ezt a könyvet Viktor Hugo az 1850-es, 60-as években valamikor írta, tehát több mint 100 éve már akkor ilyen volt a Szajna, és ez azóta sem változott, és ez nem csak azt mutatja meg, hogy jó, a Szajna olyan, amilyen, hanem azt is, hogy sem a francia, se az Európa Uniós politikusok, se a NOB vezetői nem hajlandók tudomásul venni a valóságot. Ők azt hiszik, hogy mondanak valamit, és akkor az a valami, az a téma, az úgy is van. Az, hogy a párizsi, azt hiszem a polgármester asszony, az meg a sportminiszter is, igen. Igen, megfürödtek a Szajnába valami vastag búváruhába, és így tovább. Hát nyilván tudták, hogy milyen a Szajna, és ezzel nem bizonyítottak a világon semmit, hiszen mindenki a saját szemének hisz. Egyébként a sportolók között, ha rajtam múlna, két megoldást tudok elképzelni. Az egyik az, hogy ezeket a versenyeket nem Párizsban és nem a Szajnában kéne lebonyolítani, hanem akár egy másik folyón, például a Rónon, az is francia folyó, még hosszabb is, mint a Szajna, talán tisztább is, nem tudom, vagy esetleg a Genfi tavon, az sincs túl messze. Jó, hogy ehhez át kell cuccolni sok mindent, és az időből is kifutnának, ez nem az olimpia idején történne, hanem mondjuk egy hónap múlva. Ez az egyik megoldás. Természetesen ennek a költségeit akkor viselje a NOB, vagy a Francia Olimpiai Bizottság. A másik lehetőség, hogy azok a sportolók, minden nemzetnek a sportolói, akiknek ilyen feltételeket biztosított a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, azok összepakolnának és hazamennének. Persze ez a nehezebb megoldás, ugyanis ha egy sportoló mondjuk egy éve már erre készül, hogy ő ezen a versenyen el fog indulni, és vannak céljai, vannak elérendő ábrányai, hogy ilyen vagy olyan helyezése lesz, és így tovább. Erről nehéz lemondani. Hát meg nem vagyok ebben én se biztos, hogy a rajtuk kell elverni ezt a port, hanem hát inkább... Ez képtelenség ilyen vízbe úszni. Hát igen. Szóval nem is tudom, hogy szóval az egészség azért mindennél fontosabb. Arról nem beszélve, hogy azért ez egy nagyot rúgna ezen a liberális világon, hogy Európát ebbe a helyzetbe tudták hozni. És akkor a másik, hogy ugye Oroszország ki van zárva az olimpiáról. Miért is? Azért, mert háborút indított. És háborúzik, úgymond Ukrajnával háborúzik. Volt már ilyen a múltban, 84-ben, azt hiszem Los Angelesből is ki volt zárva, 80-ban meg Amerika volt kizárva a moszkvai olimpiáról, vagy fordítva, szóval vice versa megy ez a dolog. Na de hát ezen az alapon akkor az Egyesült Államokat is ki kellene zárni, hiszen jelenleg is a világ több mint 30 pontján fegyveres konfliktusokban áll az éppen ott lévő államokkal. Hát akkor ez hogy van? Vagy hogy más ne mondjak, ugye most Gázában folyik az öldöklés, népirtás történik, csak ezt nem mondjuk ki, itt Magyarországon se mondjuk ki, pedig ez van, mindenki tudja, és ennek ellenére Izrael sportolói ott vannak az olimpián. És nem a sportolókkal van problémám, legyenek ott, sportoljanak, de akkor legyenek ott az oroszok is. Igen, és mielőtt még folytatnánk ezt a beszélgetést, most a televízió elmegy egy rövid reklámszünetre. Paláver, a Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Paláver, hangra fel! A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Paláver, hangra fel! Látják be, és közben Ursula csatlakozott hozzánk a televízió is. Tehát ebbe van a legnagyobb üzlet. Ezt mindenkinek be kellene látni, csak nem akarják belátni sajnos. Hát az unió vezetése az meg pláne nem, mert úgy látszik kevés az a pénz, amit eddig kerestek mondjuk a Pfizeron. Én javasolnám a magyar miniszterelnök úrnak, javasolja Urzulának azt, hogy ha kifizetik azt a 800 milliárd forintot, amiben Európa védelme eddig benne van. Tehát Európa védelme, nem csak Magyarország védelme, és ezt jobb, hogyha a balosok is tudomásul vennék, mert úgy látszik náluk nagyon lassan forog az időkereke. Miért nem veszik tudomásul? Mert lehet, hogy ők is szakítanak egy csomót ebből. Én azt javasolnám, hogy kedves Ursulának fölajánlani, hogyha elfelezd 400 milliárdot kifizet az Unió. Nekünk 400 milliárdot meg az Unió vezetői osszák el szépen. Megérdemelnék? Biztos, hogy megérdemelnék, hiszen már félig meddig tönkretették Európát. Nem csak az Unión belülieket, az egész Európát. Piacok, sorolhatnám tovább. Kultúra, minden tönkrement. Ez hiányzik a baloldalnak is, hogy megint késelések legyenek esetleg Magyarországon? Hát menjenek át Londonba esetleg, vagy menjenek át bármelyik, vagy Németországba, az Angol Királyságba, és akkor vegyenek továbbképzést, hogy kell gyerekeket megkéselni, hogy kell gyerekeket megerőszakolni. Hát, ha itt is, hát, ha Magyar Péter is tanulna belőle. Én szerintem elmehetnének egy ilyen továbbképzésre ezek az elvtársurak. Miért? Mert a nácik, meg a bolsik keveredtek. Zitácska, ezt higgyék el nekem. Ha nem hiszik el, nézzenek utána a történelmekbe, nem azt, amit adagoltak a magyar történelemkönyvekbe annak idején, meg még most is, hanem az igazi történelmet nézzék át. De egyébként ezt akkor láttuk újra, tehát amikor a Jobbik és Gyurcsányék összefogtak, ez egy eléggé hasonló történet volt. Így van. Na ez megy nagyba is. Ez megy az Unió vezetésével, és ez megy mindenütt Európába. És ezek az emberek abszolút nem szégyelik magukat, nincs lelkiismeretük, küldenék ki a fiatalokat is a háborúba. Miért nem megy ki Macron és bandája, meg Ursula és bandája? Nyugodtan kimehetne, megmutatnák, hogy hogy kell harcolni. Én lehet, hogy ki is mennék, ha bár már jóval túl vagyok a 80-on, de szívesen kikísérném őket a frontra. Hát, ha bemutatnák az a legújabb cseleiket, vagy tudnak annyi pénzt adni a hozzátartozóiknak, meg a barátaiknak, hogy nekik biztos, hogy nem küldenének behívó parancsot, ugyanúgy, mint Zelenszkijéknél. Azok az emberek, akik meggazdagodtak ebből, bőven segítettek nekik, hogy egyiküket se hívták be, egyetlen egy fattyújukat se hívták be katonának. Miért? Mert a pénz beszél. Igen. Nem László. Csak ott mindenütt. Köszönöm szépen, hogy itt volt, most már be kell fejeznünk a beszélgetést. Köszönöm, remélem, hogy legközelebb is tudunk majd beszélni. Viszonthallásra. Kedi csókolom. És itt van már Eper Márton, aki elmondja, hogy mi lesz ma a radarban. Szia, Marci! Köszöntöm Önöket, szia Zita! Lesz olyan is, ami szerintem téged is érdekel, mindjárt mondom a részleteket. De téma lesz, hogy rengeteg pénzt költöttek rá, mégsem elég tiszta szajna az olimpiai versenyekhez. Ma reggel indult volna a férfi triatlanosok versenye a Párizsi olimpián, azonban a szajna vízminősége miatt elhalasztották. A résztvevők nyilatkoztak, hogy érinti őket ez a kínos helyzet. Kapcsolunk Kajzinger Balázshoz is. Ugyanis a magyar lovas történelmet írt, hiszen 28 év után szerepelt ismét magyar lovastusázó olimpián. Balázs végül Herkules klasszikó nyergében a 41. helyen zárta az ötkarikás játékokat. Megkérdezzük tőle, hogy milyen érzésekkel fejezte be a versenyt, mennyire elégedett a saját, illetve lova teljesítményével, és hát mik a tervek a jövőben. Valamint 14 év alatt 800 család nyarát tette szebbé eddig a Ments Életet Alapítvány. Olyan gyermekeknek adnak ugyanis életre szóló élményeket, akik már egyszer farkasszemet néztek a halállal. A helyszín Balatonfűzfő, ahol még a vízimentők motorcsónakját is kipróbálhatták. 17 óra 10 perckor kezdünk. A lovasrésznél valóban felkeltetted érdeklődésemet, köszönjük szépen. Erre gondoltam, és reméltem, hogy így lesz. Én köszönöm. Igen, mert hát ha nem tudnák, mi Marcival nagy lovasok vagyunk mindketten, úgyhogy szoktunk erről beszélgetni. Na de hát itt van egy abszolút bicskanyitogató üzenet. Hát én nem tudom, nem csodálom, hogy nem írta alá az SMS-ező, mert hát, na mit is mondjak, egy szintén egy ilyen negró világítós illetőről lehet szó. Na hello, a hétvégén már megint ment a pénzszórás, meg az ígérgetés a románoknak, fizesse a sok fideszes bátran. Az a magyar, aki Magyarországon született, aki Romániában, az meg román. Ez igen, barátom, tehát, hogy azért te fel vagy világosulva rendesen. Hát ekkora balorságot én nagyon rég nem olvastam, és még vállalod is, hát sajnálom, nem írtad oda a nevedet, mert hát ez fantasztikus. De én viszont akkor azt üzenném, hogy a balosok akkor pedig nyissák ki a pénztárcájukat, és Ukrajnának segítsenek, és akkor nekem ne kelljen, és akkor az energia áremelkedéseit egész Európában se engem karcsúsítson, illetve a migrációval is akkor legyenek kedvesek a balos szavazók foglalkozni, határkerítést is az ő pénzükből szeretnénk építeni. Köszönjük az értékes hozzászólást. Na, a Tiszanaxos SMS írónak üzenve, mikor veszi a fáradtságot az illető, hogy ténylegesen utána olvas a valós tényeknek, számoknak. Petike bármire mond 60%-os inflációt, én mondok 80-asat, no most kinek hisz? Szégyen gyalázat az egész ország, világ előtt, hogy ilyen hazug, zűrös, agresszív, egoista, jellemtelen, pedó, mazó, szexuálisan aberrált vállalnak fel. Tűzbe is tenné érte a kezét, kérdezi Ildi. Aztán Marton Negyi Levelek 251, kedves Zita, Ukrajna ezzel a minden józan ész nélkülöző és az EU csatlakozási szerződéssel szembe menő csap elzárással csak az EU-nak nyalókázik. Ezt meg se merné tenni, velük való egyeztetés nélkül. Tamás és Panni írja ezt nekünk. Az amerikai sportolókat a vietnámi háború kezdetétől ki kellene tiltani az olimpiáról, ezt István írja. Aztán Anna, miért troll az, aki normálisan próbál érvelni, mert nem ért egyet a kormány politikájával? Mindenkinek egyformán kell a világ dolgairól vélekedni? Nem inkább a kultúrált vitát kellene támogatni, hogy egyszer végre ebben az országban ismét békésen lehessen egymással beszélni? Üdv Anna. Anna, ez egy nagyon ilyen ideologizált világban nagyon jó lenne, de sajnos ismerjük azokat, akik a másik oldalon állnak, nem éppen arról híresek, tisztelet a kivételnek, akivel egyébként lehetne bármilyen értelmes vitát folytatni. Ha nézi ezt a műsort, akkor már látta, hogy kiket kapcsoltam be itt időnként, akik nem ezen az oldalon álltak, a minősíthetetlen stílusukról, és azról az eszméletlen sötétségről, amit sokszor itt rám hánynak, arról nem is szeretnék beszélni. Ez nem egy vita műsor tulajdonképpen, hogy itt most mi itt mutogassunk meg, köpködjünk egymást, itt kibeszéljük a dolgokat. Ha pedig Zsoltra gondolt, aki most már minden egyes alkalommal ír egy SMS-t, amikor én itt ülök ebben a székben, hát Zsoltnak azért van egy stílusa. Tehát ha kultúrát, beszélgetést szeretne látni, akkor nem Zsolttal üljön le majd ön se beszélgetni, mert Zsolt egy kicsit furcsa felfogású szerintem, de majd egyszer hát, ha megismerjük őt személyesen, vagy betelefonál, veszi ez a fáradtságot, de egyelőre itt a írásban kimerül az ő erőfeszítése. Na de most hallgassuk meg Tamást. Üdvözlöm, Tamás! Üdvözlöm, Zitácska! Tamás vagyok, Tiszasűről. Hát a napi kérdést úgy látom, az már most megoldódott, mert hát én szerintem, de ez is már, ez a háromnapos történet, ez se igazán nem tetszik, mert azért egy ekkora víztömeget azért 3 nap alatt, akármilyen eső van, akkor se fogja kimosni, amit ki kéne mosni. Tehát tulajdonképpen én ezt mindenképpen valahogy másképp, másfelé, volt egy beszóló, itt mondta, hogy valamelyik más vizekbe esetleg, ahol lehetne. Igen. Ott lehetne talán megcsinálni, mert azért tényleg szóval 3 nap alatt, de ki hiszi ezt, szerzítácskát? Ugyan már. Tehát ilyen szennyeződés, ami már 100 éve szennyeződés, és az is elmondta az egyik kollégait már. Tehát tulajdonképpen én szerintem nem volna szabad nekik, mert a nagy problémákat okozhat mindenképpen. Főleg azok a sportok, akik erre készültek több éven keresztül, és akkor hogy menek az a hazaviszi őket, majd a mentő. Hát szóval azért ezt én valahogy nem látom jónak semmiképpen. Hát a Ficó történetre, meg a ukrán történetre annyit tudok én is csak mondani, de nagyon kellett már szépen már bicskázva, de egy kicsit, amit még hozzáterek talán az, hogy hát tulajdonképpen ez a kettő, ez a adok-kapok, ez megint szerintem nem lesz igazán jó nekünk, mert mi is meg fogjuk ezt érezni. Tehát most, hogy ki mit zár el? Hát mind a kettő fontos, nagyon fontos, és akkor most, akkor melyik, ha valamelyik elzárjuk, akkor mi van? Hát akkor megint bajba vagyunk. Tehát tulajdonképpen ez adok, ez nem tetszik én nekem. Ez nagyon gyerekes ilyen dolog, ez már, ez az ilyenfajta berekedés. Nem éri meg az egészet tulajdonképpen. Hát a Zelenszkijnek a történetből csak annyit, hogy hát Zelenszkij most bajban van, nagyon bajban van, egyre jobban bajban van, mert hát ugye bejöttek a problémák méghozzá. Az, hogy most 2 nap ezelőtt gondolja a Zitácskát, meg lehet nézni, 2000 ember halt meg, fiatal ember halt meg. Egy offenzívát megindított Zelenszkij az ukránok ellen, hogy na most csak itt betörünk, mindent elfoglalunk, és 2000 ember halt meg. De most azok, akik meghaltak, az egy dolog, és hányan vannak, akik megsebesültek egy élet sorára. Hát szóval ez egy rettenet, hogy ilyeneket kitalálnak is, és ráadásul, hogy gyögyenek a panaszok. No, de van erre egy ellen dolog is már mostan, azt is olvastam valamelyik nap, hogy 1500 katona adta meg magát, 1500 katona adta meg magát, nem akarnak harcolni egyértelműen, Zelenszkij tépje a haját magának ezért, de azt nem mondják el, hogy ez az 1500 ember mégis kapott ezért. Ezt nem tudjuk. Ezt nem tudjuk, mert biztos vagyok benne, hogy valami ellenreakció is van, tehát tulajdonképpen hát sajnálom ezt az 1500 ember, de igazuk van. Tényleg, szóval egyszerűen hihetetlen, hogy ennyi ember meghal a fronton, és fiatal emberekről van szó. Tényleg. Ráadásul ugye most kiderült, hogy nem is kapnak már fizetést. Tehát, hogy... Hát ez az, mert elfogyott a pénz, igen, igaza van, ez pontosan, így van. És na most a másik pedig az, hogy mostan tulajdonképpen hogy is van tovább. Tehát tulajdonképpen mostan, ha nem lesz majd, tehát ugye panaszkodik Zelenszkij, hogy nem kapja meg azokat a fegyvereket, amit megígért neki a Washington például. Hát nem, mert elfogyott a pénz. A németeknél is ugyan a helyzet, azok is megígértek sok mindent, csak úgy innen-onnan adnak valamit, amit bírnak, kész. Tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon vissza van ez szorítva. Egyrészt mondjuk az, ha szépen elfogynának ezek a befektetések, ezek a pénzek, akkor talán lehetne bízni jobban abba, hogy talán kifele fogunk lépni ebből a háborúból már. Talán. Mert ha tényleg elfogy, majd minden elfogy. De nem csak az, hát a bent Kijevben is már hát nincs áram, nincsen, már lassan víz, nincsen már. Sőt, az is egy mai hír, hogy ugye azokban a nagyvárosokban, mint például Kijev, vagy akár Odessa, nagyon lementek az albérletárak, és mindenki megy Ungvárra. Most ugye Kárpátalja lett a béke szigete, és nagyon-nagyon sok ukrán ott keres magának most albérletet. és ott felmentek nagyon az albérletárak. Tehát, hogy így húzódik így azért egy kicsit felénk most már abszolút ez a háború, ami azért nem egy, igen, stimmel. Nem egy jó dolog. Igen, tehát tulajdonképpen ezek itt fennállnak, és az a másik pedig az, hogy tényleg szól, és hogy mondjam, nem az ukrán népre alakszok én, Isten őriz, nem arról, hanem ez a vezetése, ezt kéne valamiképpen onnan kilökni a fenébe, hogy tűnjenek már el. Vagy még az se volna rossz, ha mindegy, most írták, hogy 1500 ember megadta magát, tehát megtagadták a parancsot, hogy harcoljanak. Mert ugye nem volt mivel harcolni, sajnos. Ugye? És ugye, hát most erre mire a lépés, azt nem tudjuk, meg mit tett Zelenszkij ezért, azt nem tudjuk még, de biztos vagyok benne, hogy nem fogja őket majd ugye szépen ugye elfelejteni, hogy ez nem történik semmi. Tehát tulajdonképpen nagyon nagy baj van ottan most már. Tehát a Kijevben is, ott is, ugye, ahogy mondta, tényleg ott is menekülnek az emberek, ahol csak bírnak. Tehát, sőt, már ott is olvastam, hogy Oroszországban is már mennek át katonák, átszöknek, nem is kevés, átszöknek, megadják magukat már. Tehát tulajdonképpen ezt a háborút, ha így fogyna el, hát nagy baj ez, hogy így fogy el, de talán ez is egy lépés arra, hogy kilépjünk. Hát nyilvánvaló a pontnak a vége, ez itt majd a novemberi igen. dolog lesz majd, ugye, amikor Trump ugye be fog lépni. Arra leszek én nagyon kíváncsi majd, hogy Trump tényleg mit fog majd kezdeni ebben, mert most nagyon bonyolult a helyzet, igen. de migráns ügyben is nagyon bonyolult a helyzet. Óriási bajok van a Spanyolországban és a migránsokkal is például. Tömegével jönnek az emberek, és engedjük őket be, és akinek van papírja például, az, ha bejön, ott megeszik, így mondta Szabásnak, így leírt, hogy inkább megeszik a saját papírjukat, bemennek a mellékhelyiségekbe, hogy ugye ők ne legyenek, de tudják, hogy hívják, az, hogy hány éves, semmit nem tudnak róla. Hát vagy nem is hoznak, ugye, hát mindenki január 1-én született, ahogy ezt már bevallották. Ó, Tamás, hadd búcsúzzam el, és akkor még lesz igen. egy telefonálóra időnk. Köszönöm, igen. hogy itt volt jó. ma. Köszönöm a beszélgetést, Zitásra. Viszonthallásra. Közben egy nagyon fontos SMS, hihetetlen. Én úgy érzem, hogy Magyarországon veszélyben van a demokrácia, a magyar emberek nagyon érzékenyek a diktatúrára, és itt már érzékelhető a diktatúra kiterjedése. Egyszer ennek is vége lesz, ha az emberek felébrednek, egy jobboldali magyar állampolgár. Két dolgot kérnék én ettől a jobboldali magyar állampolgártól. Egyik, hogy mondja nekem példákat a diktatúra kiterjedésére. A másik pedig, hogy mit gondol egyébként, hogy az emberek véletlenül szavaznak a kormánypártokra, tehát bemegy a szavazófülkébe, megzavarodik, hirtelen nem tudja, hogy hova tegye az X-et, és bum, megszokásból ugyanoda szavaz. Nehezen tudom ezt elképzelni, de kíváncsi vagyok erre. Úgyhogy legyen kedves, még folytassa az SMS írást, és most hallgassuk meg Arankát. Üdvözlöm, Aranka! Üdvözlöm, Zsitám, lehet hallani, amit mond? Igen. Hát ez a mostani SMS, ezen nagyon jót mulattam magamba. Tényleg rettendesek az emberek, hogy egyszerűen neki nincs anyukája, apukája, nagymamája, nagypapája. 40 évet csinálja a miniszterelnök úr. 40 év, egy életet adott nekünk. Melyik csinálta ezt az Európába? Az Ursula? Mindenki éli világát, mindenki pénzezik, hogy ennyi-annyi pénze van. 40 év alatt csak mindenki egy évig 10 millió embert egyengessen, mikor a saját családján nem tudja, hogy mikor eszik, hogy fizet, érti, hogy mindent valakinek megtesznek, és 40 évi munkát egy 6 hónapja berobbant szemfényvesztőnek hisznek, nem annak, aki 40 évet lerakott az asztalra. És még ilyen SMS-ek jönnek. Hát egyszerűen most már annyira felháborító, mint a szajna. Hát igen. Ilyen meg az, hogy le kéne húzni 1500 méter, oké, 25 kilométer, 10 kilométer, 5 kilométer. Hát mi szóval katasztrófa, és ez az LMBTQ, mióta a Pressman meg a Soros fia, mióta a melegek, ezzel meg van bolondulva mindenki. Ezektől a melegektől miért lett ez ennyire? Régen is volt. Imádtuk a Quint, imádtuk a Mercury-t. Hát ez akkor nem kötelező volt, meg sem mondták, nem dicsekedtek vele, nem álltak ki. Nem voltak ezek a meleg felvonások, tüntetések, így, mint most. Hogy már, hát én nem is értem, rózsaszínbe öltöznek meg. Jó, hagyjuk. Na, a Tusnád körül. Ez a háborús infláció, ez nekem annyira beakadt, hogy nem erről beszélünk. Meg mindig a Ficónak igazolóan teljes mértékben a gázolaj kapcsolatban is. Most mivel fűtsünk? Magyarországon mindenki gázzal. Mondjuk a 70% gázzal, még a konvektor, meg vidéken. Most használjuk a pát, amikor mindig zöldezünk, minden pát vágjunk ki, meg jöjjön vissza a szén, hogy még jobban a környezetet, meg a klímapolitika, meg nem kell semmilyen, akkor már tudják, de mindent tegyünk tönkre. De ez politika. Nekünk szükségünk van a gázra, szükségünk van az oroszokra. Ez olyan, mint a Kínát, meg Oroszországot már akkor szankcionálták Amerikában, nem? Hogy az orosz, meg a kínait nem fogadták el a vakcinát. Tehát ez mindenhol visszajut. A pénz, mindenki a pénzet. Egyszerűen nem, már rettenetes. És már nagyon jó lenne látni, hogy kattan a bilincs rajtuk, de hát még nem. Csak azt nem értem, hogy jönnek a menekültek, napi 10 000. Itt vannak a migránsok, védjük a schengeni határt. És nemhogy még segítene az Európai Unió, 2,5 év alatt mennyi ment el, hogy az oktatásra a dupláját költetnénk, a kórházak a dupláját, a nyugdíjakra a dupláját. És nem ezt mondják kint, mondjuk a Magyar Péter, hogy miért nem csinál már valamit a Tuskra, hanem beáll mögé. Tehát egyszerűen ki vagyok akadva azon, hogy valaki azt mondja, hogy nem megy ki, utána mégis kimegy az 5 milliós vezetés, meg a lájkért, meg a szelfikért, meg a cokiságért, meg az adakozók az 5 millióból, hát persze, hát nem az 5 milliót, de abból nem adna egy vasat se. Csak hogy meglegyen a szelfi. Ez a szempényvesztés idegesít, amit elhisznek az emberek, mert nincs más. A bal oldalról nincs más, csak bal fékek. Tehát egyszerűen nem is értem, hogy mit keres ott, és miért hisznek az emberek, amikor 2006-ban ugyanezt csinálta a Gyurcsány. Szemen szeret hazugság az egész úgy, ahogy van, és elhiszik. És amit a Varga Judit mondott, hogy semmi más nem érdekli, csak a különbség, hogy fényképezzék, jól nézzen ki, mindenki őt dicsérje, mindenki őt fotózni, hogy áll a haja, milyen ingben, milyen cipő, és ezért az emberek oda van. Hát, Paprika Jancsik, igen. De nem értem. Nem értem a bigézőket. Hát nagyon sok magamutogató ember van, és hát lehet, hogy tudnak vele azonosulni. Hát én nem tudok másra gondolni. Ugyannyi pénz van, mint a Fidesznek. Ugyannyit keresett, sőt, többet. Tehát nem 2-3 milliót. De meggyógyult, és nekik ez a fontos. Aranka, viszont muszáj, hogy elbúcsúzzak, mert lejárt sajnos az időnk, de köszönöm, hogy itt volt ma. Viszonthallásra. Közben lezárnám a mai nap kérdését, ugye azt kérdeztük önöktől, hogy ön úszna a Szajnában, miután kedden sem engedték el rajtolni a triatlonosokat a víz szennyezettsége miatt. Nem változott az arány, csupán 2% az, aki belemerészkedne, és 98% akinek ezt eszágában se lenne megtenni. Hát én is a 98%-hoz tartozom, ki akar egy szennyezett folyóban úszni, nem csodálkoznék, hogyha egyébként nemet mondanának erre az olimpikonok is, illetve a versenyzők. Ennyi volt mára a Paláver, legalábbis itt a televízióban. Aki teheti, folytassa velünk a Facebookon, illetve a Hír FM-en. Köszönöm a mai figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra. Paláver, a Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Paláver, hangra fel!